Mind a három vereségből egy hét leforgás alatt rámutat arra a problémára, ami már az indulásnál körvonalazódott. Az elmúlt két év hazai sikercsapata, azaz a merülő KSC Szekszárd, a palánk alatti játékban ennek minden elemében gyengébb lehet korábbi önmagához képest. Részint azért, mert a távozó Krinyis posztjára nem igazolt hasonló szintű játékost a KSC, más típusú, de magas ausztrálról, Bishopról pedig beilleszkedése, illetve sérülése miatt nem derült még ki, mit is tud valójában. A mezőny emberek pedig nem dobnak középtávolról, illetve a hárompontos vonalon túlról olyan jól, amely kompenzálná a palánk alatt bizony hiányzó kosarakat. Mint ahogy kevés volt a Sopron, és a múlt hét közepén a szlovákiai Rózsahegyen lejátszott Európa Kupa mérkőzésen a Ruzsomberok, majd vasárnap este az Alaegerszeg otthonában a bajnokin is, az, hogy csak az amerikai McCall képes ezen a szinten folyamatos jó teljesítményre. Nagyon fárasztó, fáradt már a csapat, és ez a ritmusban, amennyiben játszunk, ez már három hete megy, nagyon nehéz. Persze pánikra, komolyabb aggodalomra még semmi ok. Azok a nagy játékosok, akik innét állnak föl, úgyhogy most azt mondhatom mindenkinek, hogy mi a lányok, mindenki azon lesz, hogy innét most felálljunk, és a következő meccseket megnyerjük. Mindjárt hazai pályán, az Európa Kupában lehet javítani a cseh élcsapat a Nymburk ellen.